kedves Sárvistenek, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindazokat, akik eljöttek, kedves szülőket, nagyszülőket. Félig pedig történelmi esemény, hiszen kb. 50 éve volt utoljára ilyen, vagy nem csak elmondta a Kassi út történetet, itt sorkot kerten, hiszen hagyomány, hogy az 5. osztályosok mindig elmondták, talán emlékszünk rá, vagy mi magunk is, vagy valaki a családban. És most utoljára Szakás Haci bácsi volt az, akivel nemrég elnevezték Sortvat kert közepén ezt a teret, az evangélikus óvoda előtt és a templom előtt, aki utoljára rendezett egy gyülekezeti előadást, ahol egy színű elmondat hangzott, illetve eljátszották. Talán méltó az, hogy egy keresztény közösségben Jézus szenvedés történetével, a passióval újra kezdjük ezt a hagyományt, és ha jól sikerül, akkor szeretném az évről évre, talán kibővítve is, kicsit ilyen avatőr színjátszóként, akár felnőttekkel is, gyermekekkel egyaránt, újra és újra egy előadást megalkotni, és természetes módon mindezt tenni az Isten dicsőségére, és emlékezve arra, hogy a mai napon nagypéntek napján Krisztus kereszthalálát ünnepeljük, de az ünnep, az mindig keserű, annak fényében vagyunk együtt, hogy Krisztus meghalt. De azt is tudjuk, hogy a halála kellett az, hogy a feltámadás és a győzelem végbe mehessen. Így mi a mai napon nem a halált ünnepeljük, nem az elmúlást, hanem a győzelmet, és azt, hogy az Isten szeretete mindennél nagyobb és erősebb, és ez a mi javunkra van. Kedves testvérek, mivel meg vannak fordítva a padok, az énekszám táblákhoz mindig meg kellene fordulni, így mindig be fogom mondani, hogy melyik gyülekezeti ének, esetlegesen egy-egy énekkari ének következik. A kezdetekben a 418-as énekünket keressük, legyen szívesek, és minden gyülekezeti énekünknek mindig az első kettő verszakát énekeljük. Mivel a 9 jelenetből áll maga a passió, az idő fel is gazdálkodnunk kell, tehát minden éneknek mindig az első kettő verszakát énekeljük. Most a 418-as énekünk első két verszakával kezdjük.
Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy halálig teljesítetted Atyád akaratát, és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Szüntelenül emlékeztes minket keresztedre és tövis koronádra, hogy szüntelenül áldjon téged hűségedért és szeretetedért. Amen. Amikor Jézus Jeruzsálemhez közeledett és az olajfák hegyéhez ért, a tanítványok az ő parancsára hoztak egy szamarat, és ráterítették felső ruháikat. Jézus pedig ráült. A sokaság nagy része felső ruháit az útra terítette, mások ágakat haddaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Akkor bement Jézus Jeruzsálembe, megmozdult az egész város és kérdezték, ki ez? A sokaság pedig ezt mondta, ez Jézus, a proféta a galileai Názáretből. Akkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei, és megegyeztek abban, hogy Jézust elfogják csellel és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy ne támadjon zavargás a nép körében. Akkor egy a 12 közül, aki Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és ezt mondta, mit adnátok nekem, ha elárulnám őt nektek? Azok pedig megállapítottak neki 30 ezüstöt, és ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor este lett, asztalhoz telepedett Jézus a 12 tanítvánnyal, és miközben ettek iszolt. Bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. Szomorkodtak nagyon, és elkezdték mondani egyenként. Én vagyok az, Uram. Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted. Elkértük a termet, itt vagyunk mind a 12-en, íme itt van a kenyér és a bor. Vágyva vágytam arra, hogy veletek együtt egyem meg a húsvéti vacsorát. Mert bizony mondom nektek, nem eszem ebből többé, és nem iszom a szőlő terméséből sem, amíg el nem ér az Isten országa. Íme itt a kenyér, ez az én testem, amely ti értetek adatik, és e kehelyben pirosló bor, az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Mindezeket megtegyétek az én emlékezetemre. Mert az emberfi elmegy ugyan, amint az megvonítva, de jön annak az embernek, aki elárulja. Mester, mondd ki az, melyikünk lenne képes elárulni téged? Az, akinek ezt a falatot adom. Amit tenni akarsz, tedd meg mielőtt. Gyermekeim, új parancsolatot adok ma nektek. Szeressétek egymást, miként én szeretlek titeket. Ismétlem, szeressétek egymást, mert én most elmegyek oda, ahová ti nem követhettek. Uram, ne mondd, hogy nem követhetünk. Én akár az életemet is adnám érted. Az életedet adod értem? Bizony mondom neked, nem szólal meg addig a kakas, amíg háromszor meg nem tagadsz engem. A 461-es énekünk első kettő percben énekünk 461. Oh,
velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványokhoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek amoda, és imádkozom. Magam elé vette Pétert és Zebedeus két fiát, és elkezdett szomorkodni és gyötrődni. És ezt mondta nekik. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem. Tovább ment egy kissé, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te akarod. Oda ment a tanítványokhoz, és alva találta őket. Jól figyeljetek, akik csókkal köszöntök, vagy azt fogjátok el. Nincs ebbe az emberben semmi tisztesség. Látszik, hogy nem római. Elárulja a mesterét. Üdvözlői mester. Júdás, hát csókkal árulod el az ember fiát? Köztetek éltem, veletek voltam, hegyen és vízparton nektek tanítottam. Amit mondtam, nyíltan, napvilágnál tettem, csodáimmal mindig nektek segítettem. És most rám törtök kötélen és bottal, mint a rabló lennék gonosz indulattal. Elég a beszédből, megkötözni! Nem te akardod! Mert aki fegyvert fog, fegyver által is vészel. Márkus, megenyhítem fájdalmaidat, begyógyítom a sebedet. Cserébe szívből bocsáss meg az én barátomnak. Nem bánom, legyen! A férfi kar szolgálata következik, a eláraszt sok vét.
Magam láttam, hogy szombatnapon glászt épett. Azt mondta, romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt. Ez Isten káromlás, de mondott ő mást is. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te mondád, ám azt is mondom nektek, hogy ez időtől kezdve meg fog történni, hogy az ember fia ott fog ülni az Úristen jobb keze felől. Hát így felelsz a főpapnak! Ha ott mondtam, bizonyítsd be! Hanem miért tudsz engem? Elég! Isten kármolta. Mi szükségünk még tanukra? Mindnyájan hallottátok az Isten gyalázást. Igen! Miért hallottatunk? Miért az ítéletre? Miért a halálra? Erős kísérettel vigyétek Pilátushoz. Itt van a vérdíj, 30 ezüst karas. Hol van a telked, te fukar fazekas? Eladtam a mestert, pénzért a messiást, pedig tudom a törvényt, ismerem az írást. Csokkal árultam el az egyedül igazt, elhagyott az Isten, nem lelek már vigaszt. Elhagyott mindenki, elhagyott egy álom, elmegyek, ne is keressen senki e világon. A 198-as számunk életünk első 2 verszakát énekel. 198. Ebben a hideg éjszakában. Gyere csak, melegedj, ha már a mestered nem teheti ezt. Nem tudom, kiről beszélsz. Biztosan összetévesztesz valakivel. Pedig nekem nagyon ismerős az arcod. Megmernék esküdni, hogy már láttalak vele. Nem is egyszer. Bolond beszéd, nem is ismerem őt. Hagyjatok már békén. Ne add az ártatlan. Bizony te is közéjük tartozol. Te mutatja a ruhád és beszéded is. Te is galileai vagy, akár a mestered. Fogalmam sincs, miről beszéltek. Menjetek a dolgotokra. Elvitték a mestert. Egyedül maradtam. Mi nagyon szerettem, mégis megtagadtam. Megtagadtalak, Uram, de te meg ne tagadj, kiálltok hozzád, lelkemben maradj. Elvitték a mestert, keresztre, halálra, ha megölik a pásztor, cécéled a nyája. A Benyeska énekünk Atyám két kezedben kezdődött. Thank you.
Akkor megkötözték Jézust, elvitték és átadták Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Jézus pedig ott állt és várta az ítéletet a helytartó előtt. Hozzátok elém! Nos, hát te vagy a zsidó királya? Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked? Vagy zsidó vagyok én? A te népet hozott ide, mit cselekedtél? Milyen országnak vagy te királya? Az én országom nem a világból való. Király vagy hát, csak ugyan? Te mondod. Azért születtem, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Ó, te szegény álmodozó. Igazság? Mi az igazság? Tanításával rázítottam néped Galileától kezdve egész Judeába! Azt mondjátok, Galileából származik? Akkor vigyétek Heródeshez. Ő ott a király. A 412-es életünk első verszakán.
fényt, hogy foglyot szokott szabadon bocsátani a sokosságnak, akik kívántak. Miután meghozta az ítéletet, vizet hozatott, megmosta kezét a sokosság szeme láttára, és így szólt, ártatlan vagyok ebben a hivatásban. Ó Istenek, már megint te vagy? Ebben az emberben sem én, sem Herodes nem talált semmi bűnt. Szabadon engedem. Előtte azonban, hogy több tiszteletet mutasson a templom iránt, megveszőztetem. Istennel egyenlőnek mondta magát. Ez a mi törvényeink szerint halálos bűn. Ha nem ítéled el, nem vagy a császár barátja. Nekünk császárunk van, nem királyunk. Úgy tudom, régi szokás nálatok, hogy húsvét ünnepényen fogjad szabadon bocsátanak. Ne! És velem mi legyen? Feszítsd meg! Feszítsd meg! És ha ártatlan vére untaték? Vére rajtunk és fiainkon. Ti akartátok, én nem veszek részt ebben. Mosom kezeimet. Vigyétek! A 365-ös énekünk első két verszakban. 365-ös. Segíteni magát! Még átkozni fogjátok azt napot, ahogy ezt megtettétek. Most azonban szolgálni kívánok az én uramnak, hogy a szenvedések óráit megkönnyítsem neki. Azt meg is fogod tenni, és pedig az... Eresztetek el egy olyás szolgát! Hagyjátok abba a veszekedést! Ember, ha segíteni akarsz, megteheted, segíts az elítéltnek. Te pedig lelketlen templom szolga, maradj vesztek, ha nem akarsz megismerkedni a kardommal. Köszönöm, Simon, nem fogok elfeledkezni rólad. Barátom, akarom, hogy tudd. Én pusztán a kötelességemet végzem. Rettentően szállak, de nem álmodom be, hogy kiszabadítsanak. Emiatt ne tégy magadnak szemrehányást. Annyit azonban mondok, elmenetelem után az elsők egyike leszel, aki követni fogja szavaimat. Én pedig megállok érte. Vegyes korom Stabat Martin. Thank you.
megfeszítették Jézust és vele együtt két gonosztevőt, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Jézus pedig így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elasztották ruháit is, és sorsot vetettek rá. Az ítélet okát is felírták, a názareti Jézus, a zsidók királya. 6 órától kezdve egészen 9 óráig sötétség lett az egész földön. 9 óra tájban felkiáltott Jézus: Éli, Éli, láma sabachthani. Ez azt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Majd ezt mondta: elvégeztetett. És hangos szóval felkiáltott: Atyám, kezedbe teszem le lelkemet. És lehajtott a fejét, és kilehelte lelkét. Üdv, Pilátus! Neked is, barátom! Halljuk, mi történt? A názáreti meghalt. No, csak ilyen hamar? Igen, uram. Borzasztó kínjai voltak. Mindvégig eszméleténél volt, és mondhatom, különös dolgokat éltem át. Meséld el, kérlek. Ez az ember nem szitkozódott, nem átkozódott, nem kiáltott bosszúért. Sőt, imádkozott azokért, akik ide juttatták. Amikor a halál bekövetkezett, hirtelen szélroham támadt, felkavarta a port, a homokot, hogy szinte a napot is eltakarta, és megrázkódott a föld. Igen, magam is tapasztaltam. És a papok? Nem tudom, mi volt velük. Úgy láttam, nem volt kedvük az ünnepléshez, pedig elérték, amit akartak. Néhány gúnyos megjegyzésre futotta csak erejükből, de az ott állók lehurrogták őket. Én pedig nem tudtam levenni a szemeimet a názáretiről. Mindvégig az volt az érzésem, hogy több volt ő, mint egy egyszerű, halandó ember. Engedelmet, uram! Reméltem, hogy nem láthat tőle. Elhiszem, uram, de fontos ügy miatt zavarni. Őrséget kérek tőled a sírhoz, ahová ezt a lázítót eltemették. Miért? Mitől félsz, nem föl? Támad? Tréfás kedvedben vagy, uram. Arra nem gondolsz, hogy a holtestet ellophatják? És tényleg elkezdik híresztelni, hogy föltámad? Vannak katonáitok, van őrségetek, őriztessétek. Ezek megőrültek. Nem, de nagyon félnek. Joggal, mert egyre inkább érzem, hogy történni fog valami. Nem befejeződött, hanem most fog igazán elkezdődni a történet, amelynek ki tudja, mi lesz a vége. Mert a jóságot és a szeretetet hiába ölik meg, az feltámad. Mert az örök és halhatatlan. Mert az maga az Isten. Testvéreim, az Úrban ime az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, és hordozza a mi bűneinket is. Ahogyan az írás mondja, ő a mi betegségeinket hordozta, a mi bűneinket viselte, és a mi vétkeink büntetését vette magára, hogy békességünk legyen. Bizony méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő, a bölcsesség, a hatalom, a tisztelet és a dicsőség örökkön örökké. Mindazt, ami a szívünkön van még Krisztus kereszthalálára való emlékezésünk és a feltámadás örömüzenetőként foglaljuk össze az úttal tanult imádságot. Imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szent Élek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Zárásként pedig a 194-es énekünk első 2 verszakát énekeljük. 194.
szereplőket nem kell bemutatni, hiszen mindenkinek a gyermeke, unokája, a rokona van itt jelen, úgyhogy bár a passióhoz nem kifejezetten illik, de úgy gondolom, hogy ők megérdemelnek egy tetszés nyilvánítást a végén, úgyhogy szeretettel köszönjük meg az idei 8-osoknak a passió történet előadását és az énekkarok szolgálatát. Szeretném kérni még a 6-osunkat is, mert ő volt a színpadmesterünk, aki végig küldte az embereket, hogy ide találjanak minden a színpadon. Őt is kérjük szeretettel a színpadra, és akkor egy nagy tartsit szeretném kérni, amit terén. Mindenkinek áldott ünnepeket kívánunk, el is várom Istenet.